Elnök úr, jelentem, feladat végrehajtva, Suzuki leszállítva, éljenek a bátaszéki polgárőrök. Megördült a bátaszéki polgárőrparancsnokság udvarára az új szerzemény. Ez a gépjármű segíti majd a szolgálat ellátásában a helyi szervezet tagjait. Használhatatlanná vált a korábbi szolgálati jármű, és ezzel veszélybe került a feladat ellátása is. Ekkor fordultak segítségért Horváth Istvánhoz, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselőjéhez. A Bátorszéki Polgárőr Egyesület az ország egyik legjobban működő polgárőr egyesülete, nem csak Bátorszéken, hanem azon kívül még négy másik településen, összesen öt településen több ezer embernek a közbiztonságát felügyelik, valamint itt a Bajai híd mellett az illegális migránsoknak a nyomon követése és felelése is egy nagyon fontos feladat, amúgy a sok rendezvény biztosítása mellett is. Ezért volt szükség a gyors intézkedésre, és az Országos Polgárőr Egyesület biztosította a most átadott járművet. Több mint egy hónapja nincsen már szolgáltatás Bátorszéken gépjármű hiánya miatt, és nekünk szombattól már Csongrád megyében határ rendészeti feladataink vannak, tehát nem tudtunk volna mivel lemenni és eleget tenni válasz feladatainknak, tehát hihetetlenül jó időben érkezett meg ez az autó nekünk. Bátorszéken közel 100 polgárőr teljesít szolgálatot. Ez a nap mindegyik számára ünnep volt.